Kedves vendégeim, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Felejtés emlékei kiállítás utolsó napján a meghirdetett finisszázson, ami egy záró közös tárlatvezetés lesz. Kozma életben mutattam, aki az egyetemi kiállításaival foglalkozott, és mi már legalább 20 éve együtt dolgozunk. És én Peternek Miklós vagyok. A vezetésen elsősorban nem én fog beszélni, én inkább egy összekötő leszek. Azon kiállító művészek prezentációja között, akik a Képzőművészeti Egyetem doktori iskolájának a hallgatói, ami azt jelenti, hogy pályán lévő művészek, és részt vesznek új művekkel ezen a kiállításon. Ez talán némi magyarázatra szorul. Úgy történt a dolog, hogy az egyetem gyűjteményét bemutató egyetem történeti kiállítás sorozat ezen darabjai, mivel két évvel ezelőtt volt már egy első rész, kapcsán felmerült, és ez a doktori iskolában viszonylag szimpatikus gyakorlat, hogy érdemes megkérdezni a mai művészeket, hogy itt adott esetben egy téma érdekli őket, vagy sem. Én ilyenkor szoktam tartani egy prezentációt, jelen esetben nem is arról, hogy mi a kiállítás, hanem inkább, hogy mi az a korszak, amivel, vagyis a 19. század utolsó 50 évével ez a kiállítás foglalkozik, és hát szabadon projektekkel lehetett jelentkezni, akit érdekel valami olyan munka, amiről azt gondolja, hogy kapcsolódhat ehhez az átalakuláshoz, ami a fotográfikus kép elterjedése és 20. századi megváltozása közötti időszakot öleli föl, az egy adott határidőre benyújthatott projekteket. 7 ilyen hallgató volt, akik közül itt vannak viszonylag sokan. Az itteni falon lévő munkával fogjuk majd kezdeni, egy pár mondatot előtte még mondok, ami egy Pálinkás Bencé, majd körbe haladunk Barnaföldi Anna irányába, és az a különös szerencsénk van, hogy itt van Stróbül Mátyás is, akinek ez a kiállítás nagyon sokat köszönhet. Ő is hozzá fog szólni, majd a Kohler Margit munkája után a földszinten, az aulában lévő Dobó Bianca és Petteni Szabó Péter hozzáadott értékeivel fog itt nagyjából ezt a tárlatot is befejezni. Hogy a fotógyűjtemény van itt megcélozva, egy sajátos szempontból többfajta történetet próbáltunk elmesélni, az magában rejti azt a tény is, hogy a kiállítás végül is a fotográfiáról is szól. De a fotográfiáról én azt gondolom, ma mindenki úgy véli, hogy tudja, hogy micsoda, sőt, állandóan fotókat készít, benyúl a zsebébe, elővesz egy ilyen eszközt, megnyom rajta képernyőn egy gombot, és akkor már is rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy egy körülbelül 2 megabájtnyi adatot rögzítsen, amit azonnal tovább is küldhet. Sőt, a legtöbb ilyen eszközön egyébként van 2 kamera is, tehát arra is módja van, hogy saját maga nézzen szembe ezzel az eszközzel, ezt úgy hívják mostanában selfie, külön erre egy tárgyat, amit selfie botnak hívnak, fel is találtak, hogy el tudja távolítani magától ezt az eszközt, ami általában a zsebében van. Ugye Magyarországon jóval több mobileszköz van forgalomban, mint ahány lakos, és hát manapság már nem is gyártanak olyat, ami ne lenne ez az olcsó lencse, mondom adott esetben 2 lencse is. Hát ezeknek a
adatformájú képeknek ugye milyen nincs. Nincs például negatívja, mint az itt a teremben és a kiállításon lévő összes eredeti képnek. Az eredeti az, ami keretben van és üveg mögött. Tehát úgy lehet elkülöníteni a digitális transfer segítségével a palackból kiszabadított és méretében megnövelt printektől ezeket az eredetiket. Azért vannak üveg mögött, mert ugye az üveg nagyjából 90%-ban kiszűri azokat a fotográfia pozitív számára káros sugarakat, amelyek hát a véges időtartamot, amíg ezeken a papírokon a kép látszik, megrövidítik. Ugye ezek a fotográfiák azért vannak olyan kivételesen jó állapotban, mert ugye a Képzőművészeti Egyetemen nagyjából 100 évig ezeket senki nem vette elő. Ugye a 19. század legvége, 20. század eleje, amikor a nyomdatechnika átalakulása, a színes technika megjelenése nyomán a 1860-as, 90-es évek között készített fotográfiák nagyjából funkciójukat vesztették. Ugye a fotográfia mai imént demonstrált változata, és a fotográfia ezen 19. század története között van egy döntő, alapvető különbség, nem csak azok, amiket már említettem, hanem például az is, hogy ugye a számokból következik, hogy manapság az emberiség igen nagy százaléka, aki fényképet csinál, olyan állapotban teszi ezt, hogy soha nem volt fényképezőgépe. A fotográfiával kapcsolatos ismeretek, mivel iskolában nem tanítják, meglehetősen a viszonylagosak, minimálisak. Van-e erre szükség? Elképzelhető, hogy nincs. Nem tudjuk, mi lesz annak a következménye, az emberek igen nagy része manapság tömegével gyárti ezeket az adatformájú képnek nevezett fénytér zárványokat. Az viszont majdnem biztos, hogy ugye amikor ezeket a képeket, amiket a falon vannak, készítették, hát az emberiség igen nagy százaléka írni, olvasni nem tudott, majd ezt az iskolában megtanították. Az is olyan fajta közismeretre számot tartó, az emberiség megismerési technikáit egyfajta kognitív eljárás sorozatot segítő eszköz, amit ma digitális fényképeknek hívunk, mint kvázi a betűk, amiből szavakat és mondatokat lehet összeállítani. Tehát a következményt nem tudjuk, ám de azt, hogy mi az az út, ami ide vezetett, azt valamelyest föl tudjuk talán tárni. Ennek egy vékony szelete az, ami itt megmutatkozik. Nyilvánvaló, hogy az a paradigmatikus fordulat, ami a fotográfiával az emberi megismerés történetében beállt, tehát megjelent az első technikai kép, ami lehetővé tette, hogy egy egyszerű fizikai-kémiai kísérlet révén képet kapjunk, amit korábban csak bizonyos manuális technikák révén lehetett előállítani. Tehát, hogyha egy képre volt szükség, akkor kellett valami nyomhagyó eszközt találni. Ezzel a nyomhagyó eszközzel elő lehetett állítani azt a látványt, amire valamilyen szükségünk volt. És a 15. század elejéig ezek mindegy példányosak voltak. A sokszorosítás megjelenésével, ami először fametszet, majd nézmetszet, részkarc, vált lehetővé, hogy ugyanabból a képből több példányunk is lehessen. Azért álltunk meg itt, mert itt fogjuk kezdeni, ugyanis a Bence csinált az egyrészt egy példányos, másrészt viszont kapcsolódik több léjelen is azokhoz a képfajtákhoz, amiről itt szó van, úgyhogy most nekiálltunk a szó. Én ezt a három krumpli nyomdával készült képet készítettem a kiállításra, és Miklóssal közösen felogattunk hozzá 3x2 képet. Ezen a három képen a római élményeim alapján összeállított jelenetek láthatók, mindegyiken három réteg van, egyrészt egy római rom, másrészt azok az állványzatok, amikkel összetartják ezeket a romokat, és konzerválnak egy régebbi rom állapotot, főleg a 2004-es nagyobb esőzések után
majdnem ledölt Fórum Románumon. És a harmadik réteg pedig egy bálványfa, vagy más néven ecetfa nevű növény, ami pedig egy úgynevezett inváziós idegenhonos faj, ami kolóniákat hoz létre ezeken a romokon, és úgy viselkedik, mint egy pionírfaj, ami benépesít olyan területeket, amik azelőtt teljesen élettelenek és kihaltak voltak. Ezeken a képeken látszik, hogy még mondjuk a Piranézi korában, az 1700-es évek közepén ezeket a romokat teljesen növényzet borította. Itt is látszik, hogy, hogy ennek a diadalívnak a tetején is növények nőnek, és körülötte is. Így és akkoriban úgy hívták ezt a területet, hogy a tehénlegelő, és ez egy külön kisebb ökoszisztéma volt Rómában. Még a 18. század közepén készült fényképeken látszik, hogy teljesen csupaszok ezek a kövek, mert a turizmus, a Grand Tour nevű intézmény, amivel Angliából vagy Franciaországból rengeteg sok gazdagabb ember tudott elkirándulni Rómába, és több olasz városba is megnézte ezeket a romokat. Az ő kedvükért lecsupaszították ezeket a növényeket, és kiesták egy darabig a földből ezeket a romokat. És igen, mikor én utoljára Rómában voltam 2016-ban, akkor viszont már újra növényzet borította ezeket a romokat, és ezeket a növényeket szinte lehetetlen is onnan kiírtani, mert ezekbe a terrakotta téglákba teljesen így beleásták magukat. És ezért érdekesek nekem még ezek a úgy is hívják őket, hogy nitrofil növények, ami azt jelenti, hogy megkötik a gyökereikben a nitrogént, és nagyon jól alkalmazkodtak egy nitrogénnel telített talajba, ami a műtrágyák megjelenése óta elnitrogénesedett, szinte Európa egész területe túlzottan nitrogénes, és ezeken a területeken tudnak ezek nőni, amik egy emberközpontú nézőpontból nagyon veszélyes fajnak számítanak, mert egyrészt tönkreteszik a mezőgazdaságot, és a bizonyos fajok meggyengítik a házaknak az alapzatát, és ettől össze is dőlhetnek a házak, viszont ezek a növények lehetnek egy új ökoszisztémának az első növényei, amik mondjuk nem feltétlenül olyan megfelelőek az emberi az emberek számára, viszont egy sokkal erősebb növényvilágot tudnak kialakítani majd Európa területén. Esetleg még a krumpli nyomatok anyagáról mondj valamit, mert érdekes képcédulát sikerült gyártani. Igen, hát ezeket most Erasmusszal Londonban jártam, és egyrészt akartam kicsit kísérletezni az anyagokkal, másrészt viszont sokkal olcsóbb volt, hogyha gyűjtögetek különböző dolgokat, és emiatt hát egyrészt cseresznyefagyantával kevertem a pigmentet, vagy tojássárgájával, vagy osztálytársaimmal cseresznyegyantát cseréltem nyúlányfra, és ezzel is készítettem képeket, de szintén a krumpli, ami az egésznek az alapja, ez szintén egy idegenhonos növény Európában. Hogy a szimmetria-asszimmetria téma se legyen érintetlen, én a Bence három kiválasztott képe mellé még három Piranézit mellé tettem, ismert műalkotások, kézzel metszett reprodukciói, aminek a gyűjteményben a fotográfikus reprodukció is megtalálhatók, ezek így most együtt szemlélhetők. És hát azért is, mert az egyetemi fotógyűjtemény igen nagy százaléka, tehát mondjuk a 12-13 ezer kép közül legalább 8-9 ezer bizony műtárgyreprodukció, és ezen a kiállításon viszonylag minimálisan vannak jelen, ahhoz képest, amekkora ez a korpusz. Itt ezen a falon néhányat jelzésképpen elhelyeztünk. Egyfelől az egyik legnagyobb cég, az Adolf Braun cége által készített Sixtusi Madonna a Dresdai képtárból, illetve a másik választás, egy ismert
Rembrandt festményről esett. A Braunnak a katalógusa a vitrínben található, vagyis nem lehet belelapozni, 1880-as években jelent meg 4 nyelven, fel van sorolva benne, hogy milyen múzeumokból, milyen reprodukciók érhetők el, és mennyiért, és többféle mutató is van hozzá, hogy ki lehessen keresni technikák és szerzők, valamint múzeumok szerint is a megrendelendő képeket. Ez egy nagyon komoly iparág volt. A Rembrandt elsősorban azért került ide, mert van itt mellette, fölötte egy reprodukció, amin Balló Ede látszik, Balló Edének egy festményéről a müncheni Hemstengel fotográfus cég által készített reprodukció is mellette látható. Ez nyilvánvalóan egy sajátos reprodukciós technika, amikor élőképre formálják meg az adott festményt beöltözve. Balló Ede Szépművészeti Múzeumban levő képes naplójában megtalálható még egy változata ennek a képnek, ami alapján lehet gyanítani, hogy itt a fotográfus, ha nem is a kidolgozója a képnek, az iniciátor a maga Balló Ede volt. Ennek a képnek egy részletét ide raktuk, mert egyre több ember látható, mint ahány szükséges az élőképszerű megjelenítéshez, amit azon a változaton leretusáltak. Balló Ede nem csak mint az egyetlen professzora fontos, ugye egész életében tulajdonképpen híres festmények a másolatait készítette el, abból az egyetemi élményből kiindulva, amit le is ír a szintén még kiadatlan, de az egyetemen és a szépművészeti is meglevő kézzetős naplójában, hogy halálra unták magukat a művészet történeti órákon, akkor Tiziano remek színeiről beszéltek, és soha nem láttak egyetlen színes Tizianót sem. Tekintve, hogy ezek a reprodukciók monokrómok voltak, amiket mutatni tudtak, és hát nem volt elérhető Tiziano Andrássy út környékén, amit meg lehetett volna mutatni. Nem volt lehet színes technika. Bár az látszik, hogy a monokromitás az nem feltétlenül fekete-fehéret jelent. Itt például egy kicsit viccből is két változatban a Mariano Fortuny a Modell kiválasztása című 1875-ben rendkívül divatos festményéről egy spanyol fotográfus és egy francia fotográfus reprodukciót egymás mellé tettük, hogy látszon, hogy nem ugyanolyan színűek, és hát ez ma is érvényes, tehát a netről kinyomtatott két színes változata a Sixtusi Madonnának bizony színben egy kicsit eltér az 1904-ben színes nyomatként kiadott verziótól, amit ide a két monokrom közé helyeztünk, 1904, amikor már lehetett ilyet nyomtatni. Amikor mindaz, amiért az 1860-as, 70-es, 80-as évek lelkesedése, és hát üzleti körei is végső soron lelkesedtek, az hát elmúlóban van. Nem csak az van elmúlóban, de erről majd az utolsó teremben fog beszélni. Most egy picit a szobrászatról, mielőtt Barnafjordi Annának adom át a szót. Az élőkép és a síkszerű fotográfikus reprodukció mellett, ugye a plasztikai alkotásoknál a gipszöntvények voltak még nagy divat. Tehát a gipsz másolatok minden magára valamit adó múzeum a 19. század végén megvett egy ilyen kollekciót. Ezek közül jó néhány látható ma is, például a Victoria and Albert Múzeumban, Puskin Múzeumban. A magyar kollekció, ami sokáig a szépművészeti beállító kiállításon volt, az szétszóródva, de nyomokban létezik. Ezeknek aztán kisebb-nagyobb verzió is megjelentett, nem csak az identikus méret, sőt, mint a Huszár Adolf vásárlásából kitűnik, fotográfiákat is lehetett a gipszreprodukcióról vásárolni, ami egy sajátos fordulat végső soron a reprodukciós technikában. Ami számomra legalábbis különösen érdekes, úgy ennél, mint annál a Giulio Rossi milánói iparművészeti tárgyakról készített tablóiból, hogy majdnem, hogy indiferens, azért nem is írtam ki oda, hogy mi micsoda, nem is biztos, hogy mindenről tudnám, de könnyen ki lehet deríteni, hogy maguk a képek sokkal izgalmasabbak talán ma már, mint amit mutatnak. Majdnem, hogy indiferens, hogy mi az a konkrét tárgy vagy dolog, ahhoz képest, amit elárul a 19. század 70-es éveinek fotográfikus látásmódjáról mindaz. Egymás mellett van Klösz György, egy 1876-os
budapesti iparművészeti kiállításon készített képsorozatából néhány darab és a Giulio Rossi össze lehessen hasonlítani a két fajta hasonló témájú vállalkozást reprezentáló két csoportot. Huszár Adolf volt a második szobrászmester a mi iskolánk elődjében. A Izsó Miklós halál után került alkalmazásra, és hát az első műterme a főváros által rendelkezésére bocsátott városligeti ringlispír volt. Ez a ringlispír belseje. Mert hogy a Petőfi szobrot be kellett fejezni, amit az Izsó elkezdett, és hát ez a fotográfia ebben a ringlispír térben a készült. Vannak korabeli sajtócikkek is, amik ilyeneket mondanak, hogy ringlispírből szobrász műterem, nincs ez a Heckel, aki ezt a metamorfózist edukálná. Tehát egy ilyen evolúció történeti szemlélettel is írtak az újságírók, ami nekünk viszont sokkal érdekesebb. És a másik rejtett témája a kiállításnak, hogy a Morelli Gusztáv metszete ennek a fényképnek az alapján készült, és megjelent több alkalommal is a vasárnapi újságban. És hogy a Morelli mit csinált ezzel a fotóval, hogyan rendezte át, mi az, amit kvázi egy-egyben átvett, mint a Huszár Adolf, aki hátul áll és a Petőfi szobor, és mi az, amit módosított, tehát itt például ezt a modellszerű alakot, ezt egy picit így hátrébb tolta a metszeten, hogy helyet csinál, és szoborra változtatta, hogy helyet csináljon a BEM szobor makettjén, aki nem szörnyűl a fotón. Az arati vértanúk makettjét, amit aztán már Huszár nem tud befejezni, mert akkor még a szobrászok korán haltak, ezt egy kicsit innen előrébb tolta, hogy jól lehessen látni, hogy az is ott van a műteremben. Tehát érdekes a fotográfia használata, mint a publikáció forrása. Ugye akkor nem tudtak fotográfiát nyomni. A 19. század közepétől, de a 60-as évektől kezdve mindenképpen hihetetlenül megnőtt a közönség igény a képek látása, a képek újságban, könyvekben, magazinokban történő megjelentése iránt követelték a képeket, és ezért létre kellett hozni egy arra alkalmas technikát, amely ugye egyszerre a nyomtatott, írott betűt és a képet adott esetben 100 000 példányban is fognak hozzá sokszorosíthatóval. Tehette. Ez ugye a fametszet egy speciális változata volt, Haránt Dúc metszés, aminek a legnagyobb magyar mestere éppen a Morelli Gusztáv volt, akitől többek között ez a hosszú, 4,5 méter hosszú, hatalmas fametszet is származik, ami már a körtér, és hát ami átvezet minket ahhoz, hogy mi volt a 19. századi tömeglátványosság legismertebb és leginkább elterjedt típusainak az egyike. Az Anna épp ezzel foglalkozott, úgyhogy most a Barnaföldi Annának adnám át a szót. Üdvözlök mindenkit! Hát az én kiállított tárgyam egy VR applikáció igazából, tehát egy virtuális valóság játék, nevezhetjük is. És ami pedig benne látható, az a pokol körkép. Ugye hát valószínűleg a többség inkább a fesztív féle magyarok bejövetelét ismeri, mint körkép, mint panorámakép. Ugye ez még most is látható Opusztaszeren. És hát ugye a 1896, illetve ugye hát maga a millennium világkiállításon rengeteg panorámaképet, vagy panoráma, illetve körképet állítottak ki, mint tömeg szórakoztatási eszközt, ami kicsit hasonlít a mai VR, illetve egyéb 3D-s játékokhoz.
amivel még közelebb tudják vinni az embereket akár ahhoz, hogy így tudatosítsák ugye például a magyarságot, vagy esetleg közelebb hozzanak egy irodalmi művet. A pokol körkép az azért nagyon érdekes, vagy volt számomra nagyon érdekes, mert nem más volt az ötletnek a kitalálója, mint Gárdonyi Géza. És hát azt kell róla tudni, hogy Gárdonyi ugye nagyon jóba volt a fesztékkel, bejáratos volt hozzájuk, és igazából ő meglátta a panorámában, mint médiumban a lehetőséget, és hát akkoriban dolgozott egyébként a Dante isteni színjátékának a fordításán, és hát kitalálta azt, hogy hát tök jó, akkor csináljuk meg ezt egy körképben. És hát igazából, ami az ő szerintem zsenialitása volt az egészben, hogy egy hihetetlen, szuper jó ilyen marketing tevékenységet végzett ehhez a körképhez. Tehát igazából felkérte ugye Molnár Árpád és Trill Károly készítették magát a festményeket, amik ugye a körképet adták. Ezen kívül Ligeti Miklós volt magának az épületnek a szobor díszeinek a elkészítője. Szóval csupa olyan ember keresett meg, akik mondjuk azt, hogy akkor jó alkotói voltak, és hát igazából egy ilyen nagyon nagyszabású látványosságot szeretett volna, és ez így igazából el is készült, de nem teljesen. És akkor ez volt a másik ok, ami miatt nekem nagyon tetszett ez az egész dolog, hogy igazából ezt úgy nevezik, így hogy ez Gárdonyi Géza igazából bukott műve, vagy története, mert hogy hiába készült el ez a körkép, és hiába volt egyébként egy látványos dolog, mert rengetegen mentek el, ezt újságok bizonyítják, de ettől függetlenül elkészült, de még miközben ment nappal a látogatás, tehát ment a kiállítás, este még a munkálatok folytak. És egyébként esztétikailag is voltak problémái. Egyébként ugye hát körképnek nevezzük, de azért itt médiumbeli vagy műfajbeli kérdések is felmerülnek ebben az egészben, mert már magán a plakáton ki van írva, hogy itt igazából egyfajta fényjátékok is vannak, tehát hogy lehetne akár egyébként egy dioráma műfajába állítani ezt az alkotást, illetve hát igen, és igen, és akkor a másik fontos része, hogy ilyen nagyon durva, ilyen vas szerkezet volt maga az egésznek a váza, ami miatt kicsit így esztétikailag nem is tartották annyira jónak. És egyébként magukról, még az alkotókról, mármint nem is az alkotók, inkább a képekről, azt kell tudni, hogy ez a tehát ilyen nagyon Dorés, Gustav Dorés féle festészeti, tehát igazából ugye az ő Dantei képeit kopizták le igazából az alkotók, és őt, és arra felhasználták, vagy ilyen használták. Na, és hát amiért én ezt fel tudtam dolgozni, ennek pont a Gárdonyi-féle tevékenység adta a lehetőségét, mert maga a körkép az igazából megsemmisült, mivel úgy nem volt egy olyan nagy dolog, ezért így eltűntek az alapanyagok, viszont a sajtóban, illetve például a Gárdonyi által fordított pokolkönyvben megvannak azok a képek, amik hozzátartoznak a körképhez. És például ez a vezető is, amit így magához a kiállításhoz újra kinyomtattunk, ez is Gárdonyinak az egyik munkája, és ez konkrétan az a vezető volt, amit akkor ott a látogató megkapott, hogyha most néz, itt lehet olvasni, és hogyha jobbra fordul, akkor ezt és ezt látja.
És pont ezekből adódóan tudtam én igazából egy VR-ba elkészíteni ezt az egészet. Persze nem teljesen úgy, mint ahogy hogy az eredeti volt, hanem azért egy kicsit máshogyan átgondolva. Itt konkrétan az történik, hogy a képeket felhasználva lehet körbenézni egy-egy képen belül, és a játék az pedig az, hogy meg kell keresni bizonyos szereplőket, és azokat nézni, ránézni, megkeresni a fő pontjukat, és akkor átvált a következő képbe. Tehát itt igazából a körkép képeibe ugrál az ember, és nézhet körül. És hát most levettem a hangot, mert beszélünk, de most fel tudom hangosítani. A másik érdekessége az az, nem tudom, mennyire lehet hallani. Na mindegy. A lényeg, hogy Gárdonyi jóba volt Dankó Pistával is. És ez is hozzátartozott a marketinghez, hogy hát hogyha van a pokol körkép, annak legyen egy pokol indulója is. És igazából a hang, ami a körkép nézegetése közben lehet hallani, az a pokol induló lenne, a pokol nóta. Ami nem az eredeti feldolgozás, ezt a testvéreimmel énekeltettem fel, de lényeg az, hogy ez így lett igazából egyé és egészé. Remélem mindent elmondtam. Érdemes kipróbálni, van egy instrukció hozzá, kinek nem szabad, az általában szabad. Az érdekessége még ennek a munkának, ugye, ahogy Anna rövidítve mondta, VR munkának, hogy ugye egy háromdimenzióban jelenik meg, tehát két szem számára két különálló képet mutat ez a berendezés, vagyis kvázi sztereó képben lehet megtekinteni körbe forogva a munkákat, ami a másik nagy spektákuluma a 19. századnak. Ugye már a körképekről is lehet tudni, hogy azért némi késéssel érkeztek meg kis hazánkba, ugye a Barker már 1794-ben talán szabadalmaztatta a körképeket. Barabás Miklós akart talán először körképet csinálni az 1850-es években, de nem volt elég tőkeerős a megrendelő, úgyhogy Feszti Árpádra maradt, akinek a házában van a doktoriskola jelenleg, hogy már 1894-ben, tehát a millennium előtt elkészítse ezt a körképet. Ami ennek ellenére, hogy ilyen késéssel érkezett, a 19. század végén mindaddig, amíg a mozi meg nem jelenik és el nem terjed, hihetetlen divat volt. Ezek standard méretűek voltak, a körkép paloták vagy panoráma épületek egymás között cserélgették ezeket a képeket, tehát Budapesten is néhány ilyen fénymásolatot kiraktam, hogy milyen fajta képeket lehetett látni, és készültek is, nem csak a pokol körkép, hanem például a bentközi körképnek nevezett vállalkozás, ami ugye a 48-as szabadságharc évfordulójára készült el, és ezt a venue által fotózta végig, az a túlsó tablón látható. A sztereó tulajdonképpen már a fotográfia feltalálásának hivatalos bejelentése előtt publikált a felfedezése a Wheatstone-nak. A itt látható Stróbő Mátyástól kölcsön kapott, az ő tulajdonában lévő sztereó néző mutatja, hogy hát magának a nézésnek is volt egy hihetetlen divatja. A Wheatstone-féle sztereonéző, ami abból a meglepő tényből indul ki, és hát ezért nem is publikálta, bár már 1832 táján a Wheatstone rájött arra, hogy itt valami egészen érdekes dolgot fedezett föl, hogy senki nem foglalkozott azzal a Wheatstone előtt, hogy miért is van két szeme az embernek. Miért látunk két szemmel, mire való ez az egész dolog. És ő csinált egy egyszerű tükrös szerkezetet, vagy kicsit eltérő képet mutatott az egyik és a másik szemnek, külön-külön, amiből az agy egy 3D-t rakott össze. Az ő eszköze, ami máig megvan a Science Museumban Londonban, hát nem volt piacképes, de a piaci lehetőségeket legelőször egy Brewster nevű
természettudós és tudomány népszerűsítő úr, és az ottani társaság egyik neves tagja, a Westonnak is jól ismerőse, találta ki, és 1850 táján talált egy olyan párizsi mestert, aki az általa elképzelt, és már piacképesnek is nevezhető sztereonézőt elkészítette. Ez a Brewster-féle sztereonéző, ez nagyon hasonló ehhez, csak kicsit kisebb, kézbefogható. Ennek egy egyszerűsített változata lett a Kasler-féle verzió, ami az asztalon látható. Vagyis nagyjából 1850 tájától a 20. század legelejéig ez a fajta 3D-ben való világnézet, ez őrült népszerű dolog volt. Ami itt ezekből látszik, azt majd talán a Mátyás fogja elmondani, de azt mond, amit akar, ha ezt nem akarja, akkor majd elmondom. Én következek. Igen. Hát elérkezünk a kiállítás egyik legérdekesebb részéhez, ami legalábbis számomra a legérdekesebb. Nagyapám a sobaló szobrászművészt láthatjuk egyszer semmibe, amint a bécsi tanulmányi évei alatt 20 éves korában valószínűleg jövedelem kiegészítés céljából aktfotográfiákat készítettet magáról. Hát nyilván nem ingyen, és hát nyilván tanulmányozási célra, mert akkor járt a bécsi Kunstgewerbe Schule, iponvizeti főiskolára, és hát mi erről tudtunk, hogy ő ott tanult, apám megírta a Grányit Tolosztán című könyvébe, és azt is megírta, hogy aktfotográfiákat készítettek róla, és valószínűleg jövedelem kiegészítési céljából, de erről a fotográfiáról nem tudtunk semmit, vagy most hol vannak itt mi van, és apám leírta ebben a könyvben, hogy hát igenis voltak képek, csak meg sem is ültek, amikor volt a családban egy tűzvész, és mi ennyiben maradtunk. És hogyha ezt nem írta volna meg ebben a Grányi Tolosztánban, akkor nem kettette volna a figyelmét föl Petanák Mihor barátomnak, szólítottak így. Hogyne, megtisztelt. És aki elment Bécsbe, és megtalálta ezeket a abszolút fotográfiákat, és a bizonyíték az pedig rögtön egyszerűen a család részében lévő régi fotográfiák összehasonlításából jött. Tudjuk, ez a dr. Hermann Heidt nevű fotográfus, aki itt látható, ez készített egy kis vizitkártyát nagyapámról, aminek kinagyított változata itt látható, és rögtön összehasonlítás megvolt, hogy a mellette lévő fiatalember az ugyanaz, tehát nem lehet letagadni. És ez a család tulajdonában van, és akkor, amikor ezt kölcsönadtam ezt a fotográfiát, akkor bizonyosságot vált a dolog, hogy ez most valóban sok. És a mellékelt ábra mutatja, hogy nézett ki szobor 20 éves korában, lehet, hogy én is így néztem ki valamikor 20 éves koromban, még nem tudni. Mindenesetre, amikor a nővérem itt járt és látta a kiállításon ezeket a fotográfiákat, rögtön mondta, hogy hasonlítanak a lábait hozzá, mint mostani lábait. Az nem tette hozzá, hogy melyik, a bal vagy a jobb, vagy esetleg a középső. Na, ez poén. Tehát 21 néhány képet látható itt, és nekünk ez nagy meglepetés volt, és a család, mi öten vagyunk még unokák, akik még a családi rokonság, ugye, akik viszi tovább a nevet is. És hát az a dolgunk, hogy ezeket a kiállításokat népszerűsítsük, és a mások is lássák. És egy pár szóval, ezt a kis sztereó, ezt a kis filmet, ezt is rólam vették fel, amikor kinyáltak nálunk, és a Miklósnak a lánya, a Petanák annak kint volt, és bővetek egy ilyen negyedmadát. És egy kolumbiai, nincs itt most ugye a operatőr, aki ezt fölvette. Nem tudtam, hogy ez ilyesmi lesz belőle, és egy kicsit nagyon nem kell, hogy ezzel foglalkozzunk, mert hát, aki akarja, hát itt lát. A lényeg, hogy lehet a családban megvannak ezek a régi fotográfiák mind. Ezek ilyen nagy üvegnegatívok és több száz, ezer nagyságrendben vannak. És a nagymamámnak a jelentőséget szeretném fölírni a figyelmét, a nagymamámra, aki itt látható ezen a képen. Családi fotográfia, és itt látható, amint a anyánk című szobra alatt ül. Ez amit szintén féltelőzött kis a szereó nézővel együtt féltelőzött a családi kölcsönadtuk erre. Megbeszéljük, hogy mikor vihetem haza őket, mert addig nem nyugszom, míg haza nem kerülnek.
És a nagyapának a tevékenységéről még néhány képet lehet látni a műterméből. A nagyapám ott látszik, ami az Epreskerti műteremben van, egy korábbi képről, és szintén az ő Epreskerti műteremben készült a kép. És hát ezek a képek ugye család tulajdonában vannak. Itt fölhívnám a figyelmét arra, hogy a felső nagy kinagyított képek az szintén Strobl vonatkozás, mert nagyapámnak a bátyja, Strobl József beházasodott egy pécsi fotoműteremnek a vezetőnőjéhez, a Maria Strobl-hoz, Maria Netzkiknek hívták, és ezáltal aztán ő is részese lett a fotográfiáknak, és a Ruszkicai márványbánya készült képeket látható fönt, és ez a szobor, ami a szegedi Széchenyi szobor Szegedre került, mellette látszik a mester, aki éppen egy vénső kalapáccsal tudik, ő is effektíve részt vett a szobor kialakításában, mert általában nem egy ember faragja ki, hanem a szobrászok faragják ki a szobrot, de ez a szobor, amiben ő is effektíve nagyon sokat dolgozott. Szintén Ruszkicai márványból van ez a szobor. Tudnék, nagyapa általában Kararába hozatta fel a szobrokat. Tehát Kararába készítettek azok a szobrok, többek közt a szemüvei szobra, ami a Rokkos kórház előtt van, az anyánk szobra, ami a leghíresebb szobra. Nem akarok a nagyapámnak reklámot csinálni, mert nem hiszem, hogy szükséges lenne, de aki a galériába fölmegy, ott nagyon sok szobrot találhatnak még a állandó kiállításon is. De a ruszkicai bárvány szobrot aztán nagyapám beszélte rá Szegedre, hogy nem bronzból, hanem márványból készítsék, tudni, hozott egy igazolást arról, hogy a ruszkicai márvány az bírja az időjárást. Tehát nem kell télen betakarni. Ellentétben a szemülvei szoborral, ami a rokkosod előtt az télen be van takarva, az védeni kell a fagytól. A Szegeden nincs betakarva a szobor, és továbbra is rendkívül állapotban van. Nem akarok senkit föltartani, viszont a sztereó fotográfiától azt szeretném, hogy a nézelődjenek és látják a térhatást. Hál' Istennek a nagymamának a sztereó fotográfiája, ezek ő csinálta, amikor a férje mellett dolgozott, tehát ott volt, amikor a műteremben készültek a szobrok, és maga a szobor készítéseket is fotografálta, illetőleg amikor elmentek külföldi utakra, vagy éppen a szülőházáról. Egy személyes beletekintésre jó a kis készülék, ami ott van a szélén. Aki megújja, hogy én sokat beszéltem, azon tovább hallhatja a hangomat, mert ott ugyan én fogok beszélni azokra a szobrokra, azokra a gépekre, amik ott látszanak. Szintén a Petternek Anna volt, aki ezt a... Hogy mondják ezt a megjelenítő formát? Ez egy mozi tulajdonképpen, egy rekonstrukció. Tehát azért tudni, hogy a hangodat lehessen hallani, elmondod, hogy mi micsoda. Igen, és ott elmondom a képek, amit láttam rajta, kicsit kiegészítve, és hát ezt így úgy vette föl velem, amikor izgáltam, hogy lehetőség szerint nem kellett pótfejlőket csinálni, mert ugye valóban végre részünk, hogy most is úgy benne van az egész, hát nem fogjuk. Nem szerintem, hogyha a művelhétvel együtt átlázolják, meg fotózzák ötlet, de nagyon jó hozzá lesz. Nagyon köszönjük, összeállt hasonlítani a rendelképes látványt, az eredeti üveglemezek vannak az eredeti sztereó nézőben. A lemezek alapján digitálisan rekonstruált egy ilyen Kázler-féle, de Londonból rendelt AOL névre hallgató műanyag sztereó nézőben lévő változatot, amit Jovánovics mester néz éppen, és egy mozi változatot, ami azért lett mozi, mert hogy nem mindenki érdekel, hogy milyen történetek járnak hozzá, vagyis szükséges adott esetben egy narráció, és ha valaki ezt ismeri, mint a Mátyás, és el tudja mondani, akkor azt nem kellene parlagon hagyni ezt a tudást, vagyis ott van egy 10 perces mozi, ahol néhány képről elmondja a Mátyás, hogy ki látszik rajta, hogyan látszik, és milyen sztori kapcsolódik hozzá, és három verzióban is nézhetők a Strobl Alajosnak Kratofil Alojzia képei, aki hát a Gránit oroszlánból lehet tudni, hogy állítólag a Baló Egértől, a
aki földi volt, tanult fotografálni. Mi annyiból elég érdekes, hogy ugye Baloly de maga nem fotografált. Direkt elolvastam ezt a 300 oldalas naplót, hogy van-e valami bizonyít, hogy ő fotografált. Egyszer tényleg azt mondja, hogy Granadában csináltam a sztereoképeket. Ám de a Strobel családban volt két másik fotográfus. Igaz, hogy ők Bécsben éltek. Apám folytatta a szereo fotográfiát, mint a családban. Rengeteg újkori sztereofotók is vannak, amit a bákán őriz. Még annyit mondani tennék hozzá, aki belenézett a sztereogépbe, azt a szobrát látja a műteremben, ami éppen, de akkor még nincs kifaradva a jószlicai bárványból, hanem csak agyakban lévő szoba. Tehát gondolom belenéztek is, megtalálták a kapcsolódást. A ruszkicai album, ami az egyetem tulajdona, az eredetit nem, de egy digitális verziót lehet látni, végig lehet lakozni a belső teremben lévő asztalon. Abból kinagyítottunk néhányat. Mutassuk, hogy mennyire hihetetlenül részletgazdagok ezek az eredeti képek, és hát mi minden tárul föl, hogy egyetlen léptéket váltunk, és megnézzük a részleteket. A Strobl Marian, vagy Marian Strobl bécsi műterme most válik igazából egy fajta szenzációvá Bécsben, ugyanis a múlt év őszén nyitotta meg a Photo Institute Bonartész, ami a Monika Faber, a korunk egyik legjelentősebb fototörténészének a galériája, egy kiállítást, ami az ő műtermét tárja föl. Természetesen nem voltak tudatában azoknak az adatoknak, amit csak a család tudott, például, hogy mikor született, mikor, hát meg mi volt az eredeti neve, ám de olyan mennyiségű és minőségű képet találtak, ami már ettől függetlenül is megérte a kiállítást. Például az első lelet egy aukción vásárolt vastag album, ami az osztrák-magyar monarchia szekértípusait mutatja be. Egy igazi konceptualista darab, Bernd Hillebecker megirigyelhetné. És hát folyamatosan mióta ez a kiállítás megnyílt, és szerintem még mindig nyitva tartják, érkeztek az újabb és újabb képek a Marian Strobl műterméből, aki magát egyrészt ipari fotográfusként, másrészt pedig mint a vaku felvételek specialistája hirdette a reklámjára. 1918-ban hunyt el, és hát minden bizonnyal a József Stroblra, tehát a Strobl-Marian testvérével együtt dolgozhattak, ugye már a műterem sem a lámpori nevén van, hanem a Felbert Strobl néven. Ez a kép, az eredeti, ez egy szignált kép, rajta van, hogy József Strobl 1892 itt a sarkon, és a Nagy Ildikó szerint az Epres kert első fotográfikus ábrázolása, ugye a Strobl Zsófia és Strobl Lajos látszanak rajta, és hát ugye ez a szignó aztán mint műtermi pecsét megy tovább. A család emlékezete szerint a József Strobl látogatta inkább a nyaralási vagy telelési időszakokban a család többi részét, vagyis az ezen a képen is látható pecsét, az a műterem pecsétje, és hogy éppen melyikük készítette a képet, az nem nagyon eldönthető, higgyünk a családnak, hogy Strobl József fotója. A kidolgozás viszont lehet, hogy már közös, vagy egy más iniciatíva szerint történt, és ez a kép, ez egy kompozit kép negatívból van összerakva. Itt a Vág folyó partja látszik, és a sás, és az anyám szobor elé került egy másik fotográfia Strobl Arajosnéről. Ez pedig 10 évvel később ugyanott, ezen is van egy pecsét. Hál' Istennek a Marian Strobl műterem gondoskodott arról, hogy a dátumokat is a pecsétre helyezze, vagyis egyszerűsítse a későbbi történészek munkáját. Így lehet tudni, hogy 1912-ben volt ez a bizonyos márványbánya látogatás, aminek néhány képe a korabeli sajtóban is megjelent, természetesen a szerzői megjelölés nélkül, viszont egy hosszú cikkel, ami elmondja, hogy miért is fontos ez a ruszkicai bánya, hogyan kapcsolódik ez Ferenczi Istvánhoz, az első magyar szobrászhoz, aki ezt valójában felfedezte. Rövidesen a
Margithoz fogunk átmenni, csak még 3-4 mondat erről a sorozatról, aminek az eredetije ugyancsak itt van a gyűjteményben. Részben a Strobl Alajos miatt is érdekes, mert hogy ő többször megjelenik ezeken a képeken. Látszik a szobrász műterem, ami ugyanúgy a Arany János, a Deák Ferenc szoborra összegyűjtött pénz a fölöslegéből épült föl, mint a Huszár Adolf első műterme. Ezt egy tábla hirdeti, ezt majd a földszinten meg lehet tekinteni. És hát ezeket a képeket Morelli Gusztáv készítette, aki kiváló fényképész volt, tagja az Amatőr Fotóklubnak, aminek Varta Vince volt az elnöke, akinek a műtermében dolgozott Balló Ede, amikor visszatért Budapestre egyik hosszabb útjáról, hogy elfoglalja a tanári állást a mintarajz tanodában. Legalább fél évig volt a Vince fotó műtermében tanyázott, amikor a műegyetemi mesterekről portékat készített, és volt alkalma megtanulni, mégpedig nem is akárkitől a fotográfiát. A Morelli kiállított is rendesen, illetve publikált is fotókat, ilyen értelemben nem csak a magyarországi újság sokszorosító xilográfia a legnagyobb alakja, hanem kvázi párhuzamosan művelte azt a fajta technikát, foglalkozott azzal a médiummal, ami gyakorlatilag ezt a fametszetes illusztrációt a 20. század legelején végérvényesen kiszorítja az illusztrációk és a nyomtatott képek lehetőségei körül. A szomszéd terembe átlépve most már a Fóra Marinknak adnám át a szót, és hát utána csak egy pár mondatot beszélnénk a belső terembe, mert hogy az idő nagyon haladt, hogy mielőbb az aulába folytathassuk a doktori munkát prezentációját. Úgyhogy Margit, nem tudom, itt akar beszélni, vagy bent akar beszélni? Mondok egy pár mondatot, aztán szerintem érdemes bemenni, megnézni, hogy beszéljek róla, hogy közben látjuk, hogy miről van szó. Én tulajdonképpen szintén egy olyan nővel foglalkoztam, aki nagyon sokat fotózott élete során, mint Strobl Alajosné. Készített egészen hétköznapi ilyen családi fotókat is, meg művészi indítatású képeket is. Ő az én déd nagymamám, akivel tulajdonképpen egy kicsit ennek a feldolgozott korszaknak a végéhez csatlakozom be, ugyanis ő 1920-ban diplomázott a Képzőművészeti Egyetemnek az előd iskolájába. Most nem akarom rosszul mondani, akkor hogy hívták húzban? Magyar királyi mintarajztanoda és rajztanár képezve. És ekkoriban ugye teljesen külön voltak még választva a nők és a férfiak, mást is tanultak, máshogy képezték őket. Például nem rajzolhatott egy nő a férfi aktot többek között. Megvan a diploma dolgozata is, amit ékítménytanból írt, és bal oldalt ilyen gyönyörű grafikák, jobb oldalt pedig kaligrafikus igényességű írás. És én tulajdonképpen az ő fotóiból készítettem egy installációt, és szerintem akkor menjünk be és nézzük meg. Másrészt pedig egy hangból, ami a nagymamám hangja hallható.
Igazából azzal, azért ezt a képet ragadtam ki, hogy albumokban rendezte a fotóit, rengeteg ilyen album maradt otthon a nagymamámnál, amit csak úgy hív, hogy a Nagyi Múzeum, ahol tulajdonképpen visszakövethető a 20. században, hogy ezen az ágon mik történtek a családdal, és azért gondoltam, hogy ezt mostanában ehhez a témához is hozzányúlok, mert érdekel a különbség az egyéni emlékezés és a társadalmi emlékezés között. Láthatjuk, hogy a társadalmi emlékezet ez nagyon rövid, már azt is elfelejtjük, hogy ki mit tett egy évvel ezelőtt, viszont a személyes emlékezet ez egy sokkal intimebb terület. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy ami mi családunkban történt, hogy például amikor a dédanyám idejött Erdélyből tanulni Budapestre, és Trianonban ugye hátra maradt a rokonság egy része, ő úgy döntött, hogy itt marad, elvesztette így tulajdonképpen a vagyont, az ott maradt család is elvesztette a vagyont, hiszen elvették tőlük, mert magyarok voltak. Később ugye mi történt a II. Világháborúban, aztán az 50-es években, igazából ezekről mesél a nagymamám, hogy hogyan élt a dédanyám és a katonatiszt férje, akik láthatóak a fotókon, a fotón, most jelenleg ezen az egyen. És a kihelyezett tárgyak pedig a kanapét leszámítva azok azon néhány tárgy, ami megmaradt többek között ebből az ágból tulajdonképpen. A fekete-fehér fotón a dédanyám látható, ez tulajdonképpen egy önarckép. A festményt is ő készítette a falon egy vidéki nyaralójukról, illetve az a lámpa test, amit kiraktam, az ezen a fotón kevésbé látszik, hogy ez van rajta, a lámpa búra már nincs meg. Tulajdonképpen ezt akartam megjeleníteni, így összehasonlítható, hogy hogyan tűnnek el az ember életéből a tárgyak, a személyek, és hogyan vesznek ki. Hogyan veszik ki tulajdonképpen a személyes jelenlét, meddig mond valamit. Ugye én már három generációval odébb vagyok, én már őt nem ismertem, mi sose találkoztunk, mert ő addigra már meghalt, a dédapám is. És meddig tud hozzánk szólni a személyes történetünk, meddig tud hozzánk szólni az ország történelme. Például volt egy olyan pont, amikor interjú voltam a nagymamámat, és megkérdeztem tőle, hogy de dédanyám, ő Magyarországon született? És ő ez alatt a Nagy Magyarországot értette, és mondta, hogy hát persze, hát Erdélyben. Én meg ugye teljesen máshogy kezelem már ezt a fogalmat, és hogy hogyan alakulnak át ezek. Ez mindenkiben ugye más és eltérő. És hát tulajdonképpen nagyjából ennyi, nem tudom, ennyit akartam elmondani róla. Én is tudtam volna egy ilyet csinálni családi emlékekből. Ez a terem kétféleképpen is, sőtökben háromféleképpen is megközelíthető, bármennyire kicsi. A kifelől a Morelli Gusztávnak és Weingyu Antalnak van dedikálva. Ugye két olyan mester, akiről nincsenek monográfiák. Morelli Gusztávról már volt szó. Ugye itt a falon látható egy Balló Eder által festett Morelli portré, Morelli Gusztáv által metszetként elkészítve a vasárnapi újság számára, amit mind digitális printként állítottunk ki. Mellette pedig annak egy próbanyomata a metszetnek, ami az egyetem műteményében anyázik. Kiemeltem egy nekrológ részletet, amelyben a Rogyai leírja gyakorlatilag ezt az egészen kivételes pályát, ami akkor indult, amikor hihetetlen igény támadta képekre a nyomtatott világban,
és hát akkor zárult, amikor ezt a fajta technikát, aminek ő a mestere volt, gyakorlatilag kiszorította a fotográfiát, tehát 1996 meg Morelli. Weyúr Antal pedig, akit a magyar fotótörténet meglehetősen hanyagol, bár egy hasonló nívójú szerzőről van szó, mint Közgyőr, vagy a Koller, vagy a Kozmata, vagy az Erdély Mór, és legalább 30 éven át rendszeresen kapott a kitalasztalatban megrendeléseket. Itt most az egyik apró adatot a fotótörténetben lehet korrigálni, ugyanis megtaláltam az egyik újságban az ő nekrológiát, eddig az ő életrajzában csak a születési dátum volt jelen az összes fotótörténet, amit meg lehet nézni, a halálozási dátum az hiányzott kérdője szerepel, most már róla lehet írni 1918. Mert hogy az itteni teremben, azon a falon, Weyúr Antal fotográfiái láthatók, összefelelő Morelli Gusztáv metszetei. Ez egy megrendelés volt a mintavarszalon a részéről, egy önreprezentációs aktus tehát, aminek az oka az volt, hogy az 1900-as párizsi világkiállításon kiállítás formájában nem csak a hallgatói munkákat, hanem két albumot is odaraktak az asztalra, hogy végig lehessen lapozni, hogy mi történik ebben a budapesti intézményben. Azért két albumot, mert a másik album a női festőiskoláról szólt, aminek először Lócz Károly, majd később Dák Imre Lajos volt a mestere, és ami a Várazárban működött. Önálló intézményként mindaddig, amíg az összes különálló intézmény, a mesteriskolákat, a mintaválasztalat és a női festőiskolát nem egyesítették Magyar Képzeti Főiskola név alatt. Ezeknek a képeknek, ez egy kisebb képekből álló, de több képből álló album, mind a kettőt végig lehet lapozni tulajdonképpen print formájában. A készítőjét nem tudjuk biztosan azonosítani. Lehetett akár szintén Weyúr, a kiállítás más. Weyúr Antal viszont nem csak az albumképeket készítette, hanem még külön képeket is gyártott, amit ellátott az ő pecsétjével, és hát ezek szerepelnek itt ezen a kiállításon. Mindez 1899-ben történhetett, tekintve, hogy a párizsi világkiállítás 1900 áprilisában nyílt, és hát ugye addig ki kellett oda szállítani, be kellett kötni, stb. És a női festőiskoláról készített képeken látszik, hogy lombos fák vannak a hölgyek hátterében, amit viszonylag nehéz január-februárban Magyarországon előállítani. Ebből tudható, és ebből a szereplők is nagy részt azonosíthatók. Ha már az évet tudjuk, akkor az anyakönyvet végig lehet lapozni, és meg kell nézni, ott az asztalon van egy lista, hogy kik jártak akkoriban ebben az iskolában. Például Karinti Elza, Karinti Fidesznek a lánytestvére, illetve néhány monogram fényképekkel feltűnik, a HG vagy a Hercka, ő feltöltött Hercka Erzsébet, ő feltöltött Horváth Gabriella, vagyis neveket tudjuk társítani a fotográfiákhoz. A nagyítás ebben is jó szolgálatot tesz, abban a kicsi méretben nem tűnnek fel ezek a monogramok, tehát érdemes az információ megszerzése érdekében léptéket váltani. Azt a három képet, amit a sarokban látszik, már az Erdély Mór készítette, akit megbíztak azzal, hogy az egész magyar felvonulást a 1900-as párizsi világjáráson dokumentálja végig. Ebből egy vastag könyvet is kiadtak, az a vitrínben található, megvan a könyvtárban, és hát néhány képet az iskola megjelenéséről is készített, ami az albumban nem került bele, de az iskola gyűjteményében megtalálható. Az a rendkívül érdekes itt ennek a 19. század végi önképnek a szemlélésekor. Egyfelől ugye mi módon próbálta ez a tapasztalt fotográfus a kvázi pillanatnyiság látszatát ezen a stage fotográfián megteremteni. Ez egy igen komoly munkarendet, és végigjárta az összes úgymond mindenfajta műtermezés tevékenységet. Másfelől, hogy a Morelli Gusztáv
ugyanakkor az akkor már szétvált iparrajz iskolából miért csinálta meg ugyanezt? Vasárnap újságban közölték az ő metszeteit, és azoknak az alapja, az azon a falon látszik, ugyancsak fotográfia, mint a saját fotográfiája. Két fotográfiát sikerült megtalálni. Az egyik a Budapesti Ütemény Szabolvi Könyvtár, a másik pedig a Kisszeli Múzeum, más-más forrásból. A sarkán látszik a Morellinek a pecsétje, Morelli G. tanár. Az ő fotográfiája, ami alapján készítette ezt a metszetet a Vasárnap újság számára. Oda is írt egy fénykép után metszeti Morelli Gusztáv, azt már nem, hogy a saját fényképe után metszette. Ugyanez látszik ezen a képen, vagyis feltehető, hogy ezen a falon lévő 8 képnek is van fotográfikus eredeti forrása. Ugye épp az az időszak, amikor már a viszonylag jó eljárások léteznek, a fotográfikus sokszorosításra is, de még nem terjedtek el, nem váltak általánossá. A két legnagyobb műterem és mind a kettőnek a minta könyvét az asztalon fénymásolatra közöljük, a Klössz és a Weinbohr műterme, ahol bemutatják, hogy mit tudnak ők a sokszorosítás technika címén. Ezek viszonylag unikumok, ugyancsak a Budapest gyűjteményből származnak, és az összes akkor, tehát az 1900 körül létező eljárás a cinkográfiától az autotípián át a Helénylabulig felsorolja, amik aztán mintegy 10 éven belül kiszorítják az ilyenfajta illusztrációk sokasságát. Azt ajánlom, hogy menjünk le az aulába, és hát talán Bianca fogja kezdeni a tárgyalást. Én Erdélyi Kornak a 114 darabos fotógyűjteményéből választottam két fotót. Ezek a fotók az 1908-as Kossuth szobor pályázatra beérkezett pályaművekről készültek, és én a győztes pályaművek a fotóiból válogattam, ugye amiket Borbai János készített. Sajnos nem tudtam mindent kiválogatni, próbáltam egy olyan válogatást csinálni, ami úgy nagyjából láthatóvá teszi ugye a tervnek, vagy a szobortervet minden oldalról. Az én kiinduló pontom az volt, hogy egy olyan szobrot, egy olyan fotót, szoborról készült fotót szerettem volna, vagy kerestem, ami ma is létezik, és ezáltal lehetőség van megvizsgálni azt, hogy az elmúlt időszakban mi történt a szobornak a környezetével, magával a szobrokkal mi történt. Tehát egy ilyen környezetvizsgálatra van lehetőség. Készítettem egy infografikát, ami ott találhatóan... Igazából rájöttem, hogy ez egy elég igen terjedelmes, elég nagy anyagrész, tehát ezért próbáltam összesűríteni ennek a szobornak a történetét, amit hogyha elolvasgatják ezt az infografikát, akkor kiderül, hogy igencsak szövevényes és izgalmas történetek tartoznak hozzá. Ami a saját reflexióm, azok igazából kettő darab, vagy három darab munka, amit két részre osztottam. Az egyik ugye onnan haladunk, akkor ez az emlékváltó címet viseli, ami igazából az emlékezetpolitika változásával a szobor, vagy a Kossuth ábrázolás változásait próbálja megmutatni. Tehát az egyik ugye a Borbai János féle szobor, a másik pedig a Kisfőti Strobl Zsigmond által készített Kossuth szoborcsoportnak a fő alakjának a változását mutatja. Ugye történetileg azt gyorsan elmondom, hogy ugye 8-ban volt a pályázat, de csak 27-ben lett felavatva a Hóvra János féle szoborcsoport a Kossuth téren, amit az 50-es években
eltávolítottak, és a kisrődű strógőféle Kossuth szobor került oda a helyére, ami aztán megint 2015-ben visszakerült úgymond a Horvai Jánosféle szoborcsoport a Kossuth térre, és mondjuk itt kapcsolódik be talán a újrarendezés című munka, ami tehát igazából, ami most látható a Kossuth téren, az már nem az eredeti szoborcsoport, hanem az egy másolat igazából, és én azért csináltam azt, hogy kivágtam az alagokat, amik ugye a nyacéllemezből, és mágnestettem rájuk, és fölraktam őket, vagy elhelyeztem őket egy mágnestáblán. Igazából azt arra inspirálva a közönséget, hogy alkossák, rendezzék újra, és alkossák újra a szobornak a környezetét, és készítettem hozzá egy e-mail címet, amire el lehet küldeni rajzokat. Hát ezek születtek, én gyűjtöm ezeket a rajzokat, amiből később esetleg a válogatást szeretnék csinálni. Itt vannak viccesebbek, és születtek viccesek, és születtek komolyabb rajzok is, amik végül is ezzel foglalkoznak. Úgyhogy így hirtelen, gyorsan ennyit szeretnék mondani erről a dologról. Mondom, elég izgalmas a történet, és ajánlom elolvasni, hogy miként választottam. Van, aki a Karékos közben, hogy a Dombvár csoport, és igazából azért nem az eredeti található Kossuth téren, mert ők ragaszkodtak hozzá, hogy az eredeti szobrok náluk lehessenek. Aki szeretne olvasni, mi még készítettünk egy ilyen egy fotóválogatást, ami a térnek a változása, a Kossuth tér változása, illetve azt mutatja, hogy most hogy találhatók az eredeti szobrok, és hogy a dombóváriak hogy szeretnék ezeket a szobrokat újra rendezni. És van egy cikkgyűjtemény, ami pedig a korabeli, hát az 1800-as évek végétől egészen a 1928-ig tartó kritikákat mutatja be a szoborról. Annyit még érdemes, hogy akkoriban sem volt, hogy is mondjam, teljesen, tehát elég erős kritikák érték a szoborot, mivel túl melankolikusnak találták, és a cikkek egy része is erről szól. Ami nekem elég izgalmas olvasmány volt, hogy a korabeli kritikák egyrészt ugye stílusilag, hogy ott is vannak erősebb kritikák, és a korabeli nyelvezet is egy érdekes tapasztalat. Elég sok kritika jelent meg aztán azóta, hogy most újraállították a szobrot, de ezt én már nem szerettem volna most összevetni a régi kritikákkal, mivel ez egy igen nagy anyag, tehát kénytelen voltam azért bizonyos kollektúra szabadni. Köszönjük szépen! Péternek átadnám a szót, ami mindjárt bekövetkezik. El kell mondjam így nyilvánosan is, hogy neki egy nagy köszöntet tartozom, mert hogy az itt látható nagyobb printek lehetőségét ő teremtette meg. Legalább 200 a kiállításhoz használt eredeti fotográfiák a professzionális reprodukcióját, hogy mellékesen elkészítette nekünk. A felső teremben is a nagy printek, az itt látható nagy printek is. De ez nem feltétlenül függ össze, de egy kicsit talán az itteni munkájához, ami két részben is látható. Köszönöm szépen a szót. Petenni Szabó Péternek hívnak, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amit a Miklós említett, hogy bizony óriási öröm, meg megtiszteltetés volt, hogy azokat a 100 éve talán nem is érintett képeket vehettem újra kézbe, és reprodukciót készítettünk róla. Akkoriban ezek a képek a lehetőségét teremtették meg annak, hogy időben és térben máshol láthatóvá váljanak olyan dolgok, viszonylagosan látványhűen a fotográfia által, amikor ezek a képek készültek. Ma abban a korban élünk, amikor, ahogy fent elhangzott, és amire fókuszál is a kiállítás, lehetőségünk teremtődik azáltal, hogy digitalizáció eszközeit vehetjük a kezeink közé, lehetőség válik arra, hogy léptéket váltsunk,
Léptéket váltsunk méretben, léptéket váltsunk időben, léptéket váltsunk térben. És ez markánsan rajzolja át a fotográfiáról való gondolkodásunkat, a lehetőségeinket. Én szeretném ennél a képnél kezdeni a pázmondatos mesémet. Nyilvánvaló, hogy ezt a képet nem én készítettem, mert még a nagymamám sem élt akkor, mikor ezt a képet készítették. Viszont abban a pillanatban, amikor az ember egy ilyen képről, és ahogy fent is elhangzott, nagy felbontású képről reprodukciót készít, és utána azt nyomdakész állapotba akarja tenni, akkor mindenképpen retusálni kell. A téli időszak az pont azért jó, mert nagyon klassz hosszú esték vannak, és az ember gyakorlatilag nézetcentiről nézetcentire végignézi ezeket a képeket. És hogyha nézi ezeket a képeket, akkor persze nem csak retusálja, hanem azokat a történeteket, azokat megpróbálja fölfejteni, önmagát elszórakoztatni a hosszú téli estéken, hogy vajon kik voltak a képeken, miért voltak úgy, és ennek a folyamatnak a során eljut egy ilyen pici gyermek archoz, akinek a vállán két társának, két hölgytársának a keze nyugszik. És ez az a kép, amit hogyha kiragadok ebből a környezetből, akkor egy egészen más, ennek a képnek a valódi jelentésétől eltérő világba repít minket. Ez nincs is nagyon messze, ott abban a sarokban. Erről a képről van szó, illetve hát erről a részletről. És hogyha léptéket váltunk nagyon sok mindennel a digitalizáció kapcsán, akkor biztosan léptéket váltunk az egy képre jutó nézési idő tekintetében. Azok az eszközök, amelyek a kezünkben vannak, megteremtik annak a lehetőségét, hogy másfél másodpercnél többet ne kelljen egy képpel tölteni, és az alapján már valami fajta döntést hozunk, lesz-e szívecske rajta, vagy nem lesz szívecske, vagy lesz-e egy ilyen jel, vagy nem lesz rajta, aztán görgetünk is tovább. A Lassú nézés című installációnak tulajdonképpen az összes eleme az önök által ma látott képeknek a nagyon-nagyon-nagyon apró részletei. Azért gondoltam ezt fontosnak, mert hogyha ezeket a részleteket kezdjük el nézni, például, hogyha ide jönnek majd, ez van talán a legközelebb, ebből egy csoportkép is ki van nagyítva, ami itt van a képnek ezen a részén, illetve hát számomra egy másik nagyon kedves kép, ez a kép. Mégpedig azért kedves számomra, mert több mint 100 éve készültek ezek a képek, de valami olyan időtlent lehet fölfedezni ezen a képen, ahogy egy férfi ránéz egy nőre. Ráadásul ne felejtsük el, hogy ez egy kitüntetett pillanat volt, mikor a hadikórházban ápoltakat és az ápolónőket és az orvosokat kiültették egy térbe, és ez az ember megtörte a fényképezés ritusának azt a varázsát, hogy mindenkinek bele kell nézni a kamerába. Nyilván a legfontosabbat nézte, ami számára akkor és ott legközelebb látható volt. De hogyha így végignézzük ezeket a képeket, akkor nagyon sok olyan apró részletre tudunk koncentrálni, például egy gyönyörű csendéletre. Négy üveg, egy elképesztő fényfolt mögöttük, és egy elképesztő csillogás adja meg a fotográfusnak ugyanazt az örömet, mint hogyha a hétköznapi világban vagy egy tájban a saját fényképező gépével sétál. Ugyanis ugyanaz az élmény, hogy egy négyszög alakú kivágatot kell készíteni a fényképezőgép keresőjével. Na de miért ne lehetne 2018-ban a 110 évvel ezelőtt készült képek felülete az a látvány, amiben ugyanúgy végig tudunk járni. És ezt azért tartom igazán fontosnak, mert egy hallatlan nagy gyűjtemény van itt az egyetemen is, és hát mindannyiunk számára ott van a cipős dobozokban és egyéb helyeken, ahol pontosan ezek a képek, hasonló képek, a család számára fontos képek, itt az esetünkben az egyetem számára fontos képeket lehet megtalálni, és ezeknek a pici részleteknek a felfedése, ezeknek a pici részleteknek a megértése, akár vizuálisan, akár a rajta szereplő emberek történeteiből áll a mi történetünk. Ezeknek az embereknek a történetében
kódolva van a mi történetünk, és hogyha ezekkel megismerkedünk, akkor nagyon sokat tettünk azért, hogy ez a két korszak, az egykori analóg világ és a mai digitálisnak mondott világ valahol találkozzon, és azokat a kulturális javakat, azt a fajta kultúrát, amit ezekben a képekben megtalálhatunk, önmagunkban felismerhessük. És hát nagyon nagy kaland volt például a falnak azon a részén látható munkán, visszaállni ugyanarra a helyre, hát elkészíteni a több mint 100 évvel ezelőtt készült épületfotókat, az egy teljesen reflexzerű dolog. És alapvetően nem is a képek elkészítése az igazi kaland, és ezt azért mondom, mert mindenki meg tudja csinálni, akár a saját képeivel, hanem egy ugyanolyan fényképezőgéppel 100 vagy 70 vagy 10 év múlva visszaállni ugyanarra a helyre, és átélni azt a változást, igazából nem is a képeken fog ez menni, hanem személyesen ott lenni és megpróbálni ugyanoda visszaállni, ahol előttünk 100 évvel álltak. És ez a kaland megint csak megteremti a lehetőségét annak, hogy azok a korszakok találkozzanak, az a fajta múlt és a jelen. Visszatérve erre az installációra, hát érdemes böngészni, nekem nagyon sok kedvencem, hát mindegyik kedvencem nyilván, mert nem lenne itt. Például a bajuszkötő a szobrászmesternek valami miatt le nem vett. Megismerem a bal fülével a nagyapámat. Igen? Hát én csak azért tudtam, mert Ruszkica albumban volt benne, tehát nyilvánvaló, hogy őről van szó. De az, hogy valami olyan sürgős lett volna, hogy még a bajuszkötőjét se vette le aznap, azon a reggelen, és valamit korrigálni kellett esetleg. Vagy ugye mondják meg, hogy az epres kertben mit keresett egy gólya, ráadásul olyan hosszú ideig egy helyen, hogy az akkori kor fényképészeti technikájával le lehessen fényképezni. És ez mind-mind ilyen nagy képeknek ilyen apró részlete, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy ezt otthon kezdje el, és ha lehetősége van, akkor ossza meg Instagramon. Hallottam itt, susmorogtak, úgy véltem, azt kérdezték, hogy jó, de hát miért nézet alakúak a képek. Elárulom azért, mert az Instagramnak ez az alapformátuma, tehát az Instagram csatornámon napról napra egy-egy kép megjelenik, úgyhogy érdemes ott követni, mert ott még inkább köze lehet az embernek ehhez. És nyilván nem csak terek, hanem emberek azok, akik számunkra fontosak, és hogyha van valakinek kedve, akkor tekintse meg, hogy egyébként ezen a képen itt egy törékeny kis iskolás lány lehet az én megítélésem szerint, ott is megtalálható. És hát nyilván, ha az ember ott áll egy létra tetején, akkor nyilván egy vasárnap délután, mikor ezt a képet reprodukálni akarja, akkor előbb-utóbb megjelenik egy rózsaszín plüss fülhallgatós gördeszkás kislány ezen a helyen, és akkor tulajdonképpen semmi más nem kell csinálni, csak megkérni, hogy álljon ugyanoda, ahol 104 évvel azelőtt valaki megtette. Úgyhogy használják a régi képeket, mert azok a kalandok, azok mind-mind-mind rólunk szólnak, amelyek kódolva vannak benne. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó, akkor a záró poénka Péter Kihajtanál közös. Ugye készített a Lotz freskokról is reprodukciót, és a folyosóról is. Ugye a Lotz mestert, aki a Barcsai teremben a legnagyobb falat foglalja el, itt hát idő és technikai okokból kihagytuk, ám de itt most megkapja az ő elégtételét, tekintve, hogy ennek a négy képnek a képcédulája, hogy a kiállítás úgy zárul, hogy föl kell menni az emeletre és megnézni az eredetiket, mert ott láthatók egy emelettel följebb, ha valaki nem tette volna.